A férfi tort is szervezett a szertartást követően, amelynek összköltsége emlékei szerint meghaladta a 3 millió forintot. Maga a síremlék közel 1,5 millióba került, amelynek a költségeit Zsolt vállalta magára. Ahhoz képest, hogy mennyi harc volt a temetéssel kapcsolatban, a nagynéniék oldaláról természetesen senki nem állt sorba, hogy beszálljon a szertartás bármilyen költségeibe. Erre azonban már Roland halála után nem sokkal is számítottam, és úgy is készültem, hogy én finanszírozom és szervezem a temetést. Így is lett, nyilatkozta Szilágyi Zsolt. A színész édesapja, Rudolf örül, hogy a fia végre méltó helyen nyugszik a farkasréti temető művész parcellájában, írta a Blick. Szép szertartás után olyan sírkő alatt nyugszik a fiam, amilyet megérdemelt, mondta a lapnak az édesapa. A temetés körül több botrány volt, erről a cikk alatt olvashat.